Kevin kert találkozó. Majdnem. Kicsi, mini. Diófó. Milyen vízvezeték jön át itt? Olyan, mint nálunk. Nálunk meg az a vízvezeték jön, az meg az a kertbe. Matávos vezeték volt, de hatikommal nem. Nem értél le? Leszed, nem értél rá leszedni? Hát... Nálad még madarak sincsenek, akik segítenek? Nem nagyon. Ez meg a vermut nálunk. Az a fehér ürül. Magyarul. Ez nagyon jó. Hát igen, ez kicsit nagyobb. Növényke. Nem volt időm lenyírni, meg... Nézed már! Miket elhalaszt itt, nézed már? Izé, vinyette! Vinette! Vinette! Török paradicsom. Török paradicsom. Mekkorák, nagyon szépek. Valóban, de ez ilyen másodvetés, mert itt fokhagyma volt, és júliusban. Hát akkor vetettem, de sajnos nem sok van rajta. Virág rengeteg, de nem nagyon köt. Nem tudom, nálatok szóval rosszabb idő van, mint nálam. Hát a paradicsom hogy néz ki? Nálam még izé... Poroskák teljesen tönkretették. Nálam még nagyon jól néznek ki a paradicsomok. Teljesen tönkretették. Szóltan egyetlen egy fürtről leszettem egy marék poroskát. Az igen. Pedig ez még nőne itt. Hát ez el lett volna. Ott az amaránt. Nem, az izé. Disznóparé. A disznóparé az amaránt. Igen? Igen. Ez a vad? Ez az amarántnak egy bizonyos változata. Hát akkor rokon. Rokonok, ja. Az amaránt meg a disznóparai azok rokonok. Hát a babom is egy katasztrófa volt idén, szinte semmi nem volt rajta. A tűzbab is, akkora lombja volt. Ez az, amit én küldtem? Igen. Ez nagyon szegényes, hallod? Nem, mert le van szedve, csak nagyon-nagyon nagy lombja volt, de termés, meg virág, locsolnod kell. De tavaly meg nagyon jó volt. Aj, de jó. Valamit elrontottam. Oda néz! Ezt se sikerült leszedni, mi? Dicsi paradicsom nem ízlik nekem, szóval ez nem maradt. Nekem se ízlik. Itt ma a fokhagyma a föld. Szóval a Somogyi Zoli azt mondja, hogy milyen jó édes. Szerintem egyáltalán nem édes. Nem édes, mert hát nem tudom, nekem a íz az nem. De szép a virágja, nagyon. Ezt a csili, amit mutattam lent. Meg hát itt több csili is van, meg mindenféle paprikák. Meg szőlő. Szőlő? Igen, szőlő alany. Nekem ez a paprika tetszik. Milyen szép színe van. Hát a csípős paprika, a tévé paprika, minden van itt. Jó, ott a szőlő, látom már. Keresztbe kasul. Van egy sor. De jól néz ki, ez az ilyenfajta csilik mindig olyan, annyira tetszenek ezek a csomókba növeszti. Ezen rengeteg van. De ez nem is csípős, az a vicc. Na. Külön izé, büdös kágyás. Ez pedig a kínai mézesfa. Igen? Uh-huh. Ez ekkora volt tavasszal, amikor ezt magról vetettem. Ilyen kicsik voltak, úgy palantáztam el. Igen, paloska állományt is megvettem. National Geographic. Zé, az állatkert nézzétek, ott is van egy jaj, de aranyos. Hogy rohadnának meg, hát ő... még tett hozzá. Hát nézed már, tiszta drogos. Ez pedig a csattanómat. Csattanómoztak? Ez nem én ültem. Hallod? Nem én voltam. Vadparadicsom, és tényleg vad, mert magától kelt ki viszont. Hát ez sem. Ez miért ilyen kemény? Nem tudom, még éretlen valószínűleg. Lehet rossz fajtát vettem. Ez nagyon kemény. Itt a gyümölcs. Azt a neki mit szóval gyönyörű szép cseresznye. Ez az a prédei. Megmaradt. Halva. Egy volt. Már járt cseresznye? A megy megmaradt, az biztos. Mm-hmm. Az meg a fekete. Az megmaradt. Nemrég megszedtem le a szőrűket. Meglátjuk, hogy... Azt szeretném az idén én van-e is. Van-e haszna, vagy nincs? Szerintem ártani nem fog. Szerintem se árt. Hát igen, itt egy kicsit... Jaj, szervusz, pücsi bogarom! Mondtási folyamatok vannak, szóval vigyázzatok, ne hogy belelépítek. Szöges létben. Hoztam játszócipőt is, látod? Szia, hogy vagy? Szia! Félénk. Jaj! Valami zöldet kap akkor. Nyilván. Szia! Szia!
Jaj. Valami zöldet kap, az barátkozik. Jobban fél, mint előtte. Ja, belőtte ide jött. Hát igen, lehet szokatlan neki, hogy három ember itt van. Na gyere. Jön tyúkok. Nehogy tűzolt volt kegyen. Megmentőd. Na, milyen? Az mi? Mátyás, nem? Azok a hangok. Szerintem valami riasztó. Igen, ilyen vad riasztó. Tényleg? Ja, hogy a seregélyek ne menjenek a szőlőbe. Igen, mert ez szerint nem látok madarat. Meg elég monoton. Olyan, mint a puszta, csak kicsit dombos. Azt megállom. Ha nem? Hát olyan sík minden. Csak arra fele nem. Ja. Mátrára rá. Nem a, az a mátra, ugye? Hát az a egész. Olyan pici a mátra. Én nem azt hittem, hogy az a legmagasabb hegyünk. Végig, tehát onnantól... Ott vannak a hegyek. A kocsi mögött. Ott a kocsi mögött van a hegy, várjatok már. Ú, lesz megint pofázás, hogy milyen pofátlan vagyok. Basztatják a madarakat a riasztóba, hogy a seregiek ne zabáljanak le minden. Hát ne. Tom. Ez azok fajták, amiket nekem is küldtél? Nem, ez borszőlő. Aha. Gramini, nem. Nekem nem. Te vagy a borász, nem én. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy mondd-e. Borfogyasztó vagy te például? Nem, én nem vagyok borfogyasztó. Én meg nagyon ritkán iszom, úgyhogy... Abszolút nem. Mondjad. Nem azért, hanem az izét akarom mondani, hogy... Sokféle művelésmódban, csak most ezt a ernyő művelést akarom elmagyarázni. Hangosabban nem fogjuk hallani. Hát ugye első évben, telepítést követő évben vissza kell metszeni olyan két rügyre. Ez most a második éves, ez vissza lett metszve, majd most az jön. Ne, ha ez felnőtt volna már mondjuk idáig, akkor ezt már le lehetne majd hajtani, de majd mindjárt megmutatom egy öregebb tőkén. De most ez úgy lesz, hogy itt vissza lesz majd vágva. Innen lesz tovább nevelve, és egy öregebben is megmutatom, és azért is ernyő, ha nem tudom látni, hogy le van hajtva, ernyő alakba két oldalra. És akkor annyi a lényeg, hogy mindig ezeket a egyéves vesszőket hajtjuk le. Ugye ezeket majd le kell metszeni, az öregeket, ami már azok letermettek. Most egy téli metszésnél mit fogsz csinálni? Szóval mennyire fogod visszametszeni ezeket? Teljesen tőbe? Mondjuk itt ezen mutatom meg, mert ezzel jobban látszik. Ugye de ez már kifejlődött, ez azért. Igen. A szőkefej, már most hát körülbelül mondjuk itt lenne elvágva, és akkor már itt van ez a vesző. Le lehet rajtani egyik irányba, aztán egy másik, ezt meg a másikba. Ugye ezt látni is, hogy így van. De ez itt ernyő. Mert hogy itt két irányba van lehajtva két vessző, de van aki négyet vagy még többet, ugye akkor több a termés, de hát ugye... És ez most ettől szellősebb lesz? Hát igen, hogyha már négy lenne, akkor sokkal sűrűbb lenne, akkor már a növényvédelem is kicsit nehézkesebb lenne. Sűrűbb lenne, könnyebben rohadna, de hát ez fajtától is függ, de... Ugye mondjuk egy apróbb fürtőfajtán érdemes négyet hagyni, mert ugye akkor azzal több fürt lesz. De mondjuk egy nagyobb fürtőfajtából már, hogyha négyet hagyok, lehet megszakad a tőke, mert annyi lesz rajta. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanaz a fürt száma érhető el a négy vesszővel, a nagy fürtőfajtán is, meg a kis fürtőfajtán is, csak ugye sokkal több gyümölcs van.
egy nagy hürtű fajta, négy leszünk, legalábbis súlyra. Ezért mindig a fajta adja meg azt, hogy milyen metszést kíván. Hát meg télen azért átláthatóbb, mert így akkor már nincs lomb, akkor meg lehetne metszeni, és akkor, hát igen, akkor már jobban átlátható. Ennél már látszik, hogy igen, ott volt. Ez már megcsavarodott. Itt elvágva, itt egy vessző le lett hajtva, itt még egy vessző, sőt még innen is le lett egy hajtva. Ez körülbelül itt, így ahogy van, le lenne vágva, és akkor itt van egy, kettő, három, innen is jön egy négy, ebből kettőt még ki lehet szedni, vagy hát, és ha nem, akkor négyet is meg lehet tartani. Aha, de ez az egy éves vessző. Igen. Ezt mostan rajta hagyod jövő évre? Ez nem, mert ez rossz azt helyen nem van, igen. De egyébként ez igen, a vessző az, ami megvan. Igen. Szóval az egy éves vessző marad akkor rajta, igen. És akkor ezt húzod le. Igen. Hát ez jól látható, mert nagyon elválik ugye. Egy az, hogy ezek sokkal vastagabbak általában. Nagyon tanultam valamit, ilyen ez. Meg más, tehát ez nem is lehet összekeverni. Persze, azon látszik, hogy mindig arra kell törekedni, hogy minél lentebbről hagyjuk körülbelül, ebből a színből, mert hogyha mindig feljebb megyünk, akkor előbb-utóbb a tőkénk már itt lesz fent. Tehát ezért is mondom, hogy ezt körülbelül itt le kell vágni, és még akkor mindig magasan vagyunk. Mert én inkább a drót alatt szoktam hagyni, mert ugye sok év alatt, ugye ahogy metszegetjük, a drótba képes bele nőni a tőke, az meg hát nem jó, mert akkor a támrendszert nem lehet feszíteni, meg hát a betegszik is a tőke. Ezt majd kipróbálom, bár nálam alacsonyabbak, úgyhogy így is úgy is jóval legalább itt kell indítanom akkor. Egyébként igen, hát ezt meg lehet választani, ugye ez azért célszerű mondjuk ezt a magasságot választani, mert sokkal könnyebb a szüret, hogyha itt van, akkor ugye így kell szedni, így meg itt van. Persze, csak nálad az oszlopok már eleve hát igen, magasabbak. Itt a támrendszer ugye magas. És most itt minden szőlőskő azt a mát használ? Nem, ezt a mát ráján szinte mindenki a szernyőművel is használja, de hát egy-két kivétel van. De itt szinte azt mondjuk a szomszédba. Ez már sokkal özősebb, dzsindzsásabb az egész. Ez géppel. Aha. Kielték, aztán ugye ott nincs az, hogy bedugdossa az ember, meg odafigyel, hogy kézzel csinál, a gép az csak megy és sövényre vágja. A különbség. Dolgok. Ja, meg ez le van szedve, sültölőgéppel. Ugye jól láttuk, az is nagyon megtépázza. Ez fehér volt. Uh-huh. Ez szebb. Sokkal. Hát szerinted is mi? Látszik rajta. Meg ezért, itt jobban hagyták fölfele menni, nem húzkálták le úgy, mint nem te. Igen, szóval ez itt a Kevinnek ajzéje, a bio szőlőszete, kézi, kézi művelés, ez meg itt a gépi. Seregélyek. Hát látszik a különbség. Szedjük a szőlőt. Kis bejelentkezés nektek. Nézzétek, hova nem becsalt a kocsival. Bent állok a lugas között. Szedi mindenki a szőlőt. A lének. A csemege az már le van szedve, az máshol lesz. Az, csinálja. Na, két ládával van tele, most lesz a harmadik. Hat ilyen ládával viszek el Lének. Ebben meg majd alma kerül. Azt is viszem innen. Itt dolgozik a Brigi. Fütyüljék közbe! Összkép!
képe. Szemét, gyere ide közénk, te vagy a legnagyobb. Ja. Akár le is ülhetsz, csinálhatsz, amit akarsz. Veszi a kamera, majd kivágom belőle a legjobb képet. Most behúz, mert kitöndörít. Húzza ki mindenki maga. Ja. Meg össze. Kevin birtok, nézzétek csak, milyen van neki. Hol a? Eszik a málnát, szeptemberbe. Nézzétek, milyen jó. Ennyi van rajta, rengeteg. Átmegyek itt. Paprika. Meg tökecske. Szép, de nagy. Nem, szépnek nem szép, az biztos. Valami gáza van. De nagy, igen. Na, sziasztok! Hát újra itthon. Hát mit mondjak? Lehet bármilyen szép is az a magyar táj. Nekem itt ez tetszik. Ez jobban tetszik. Örülök nagyon, hogy itthon vagyok. Nagyon fáradt vagyok. Úgyhogy csak egy nagyon rövid kis videót csinálok még. Ide a végére, amúgy is nagyon keveset videóztam. Na, megmutatom, hogy miket hoztam Magyarországra a szőlőn kívül. A szőlőt úgyis látni fogjátok majd. Vagyis megmutatom azt is később. Az a lényeg, hogy 100... Körülbelül 106 kg szőlőt hoztam, 96 kg valamennyi volt a izé. Amiből szaftot csinálok, szóval levet, szőlőlevet. És akkor plusz hoztam, azt hiszem, 9 kiló csemegét. Na, de megmutatom, hogy mit kaptam a kis tünecstől és férjétől. Na, először is kaptam egy, nézzétek meg, egy ilyen nagyon fajn horolót. Egy ilyen kisebbet, mint az enyém. Nagyon éles. Egy saját nyéllel, amit ő csinált. És kaptam a kis tünecstől egy virágot, aminek elfelejtettem a nevét. Mondom, nagyon fáradt vagyok. És na, majd a kis tünecs megmondja, hogy mi ez. Ide tettem az üvegház sarkához. Itt fog tündökölni nekem. Mindig, ha eljövök az üvegházhoz, akkor tudom, hogy ez itt a kis tünecstől való. Aztán hoztam a Kevintől egy, basszátok meg tényleg, egy kökényt, igen, egy kökényt, ezt mindjárt elültetem. Brigitől hoztam még virágokat és földjepert, más most növényeket nem hoztam magammal, ja, és fehér mák magot a Kevintől. Bort, ajándékokat a tünecstől, azokat is megmutatom majd. Az egyiket megmutatom élőbe holnap, hogy miket kaptam. Na jó van, elültetem ezt is. Engedem a vizet a kacsáknak, újat. Nagyon jó idő van, nézzétek meg. 21 fok. Hát, tündöklik a kert úgy, ahogy kell. Szóval nagyon örülök neki, hogy hazaértem. Mindjárt majd innen folytatom, ha ezt elültettem, előbb elrendezem az összes növényt, meglocsolok mindent, amit kell, valószínűleg üvegházba is kell locsolni. Na akkor, mit hoztam még a Kevintől? Hoztam 3 láda almát. Ezt kaptam tőle ajándékba. Bio almácskát hoztam. Különböző fajtájú csemegeszőlőt. Olyan édes mindegyik, hogy ha cukorbeteg lennék, akkor sokkot kapnék. Renget, nagyon finom. Kisebb, nagyobb. Ilyen, olyan, mindenféle fajta. Ilyen. Nagyobb fajta. Ilyen. 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 Nagyon finom. Akkor van ilyen. Nagyon jó. Szóval nagyon sok finom szőlő. És holnap fogom csinálni a préselést.
az pedig ebből a fajta szőlőből. Ez is nagyon finom. Szóval annyira édes, el se tudjátok képzelni. 6 ládát hoztam ebből, összesen a kékből hoztam 96 kilót, ebből pedig azt hiszem 9-et. Az almát azt nem értük le, mondom, ajándékba kaptam a Kevintől. Úgyhogy nagyon nagy finomságoknak lettem gazdája. Na, nézzétek, mit kaptam a tündétől. A tündétől és a kedves férjétől. Egyszer kaptam ilyen méregelős pálinkát, amit a Misis kapott. Aztán egyszer kaptam bírsalmasajtot. Kaptam 2 darab szappant, és az asszonykám kapta. Aztán kaptam csarapcsia termést, és kaptam 2 üveg saját készítési akácmézet. Igen, szóval ezeket kaptuk ajándékba. Várjátok, csak úgy kell rakni, hogy vissza tudjam rakni a méregerős pálinkát. Jó illetje van, hogy megkérdem már milyen fajta, mert nem tudjuk. Na.